Nem mindennapi labdarúgókat láthatnak, tehát pillanatokon belül kezdődik a mérkőzés, ne menjenek messzire. 15 ezer ember társaságából köszöntöm Önöket az Üllői útról ma este. Az AL Limassol fog játszani itt az Üllői úton, vendégszerepel az UEFA Kupa selejtezőjében. Ami a Fradinak Tököli Attila, az a Limassolnak Sebők József, az AL szurkolói őt tartják a csapat csodafegyverének, de ezt a csodafegyvert mi is ismerjük már. A hangulat egyre fokozódik, és a 15 ezer ember, aki az imént még ült, most már talpon van, úgy köszöntik a csapatot. És akkor fussunk is végig a kezdőkön. Itt addig egyelőre lehet látni, hogy a szurkolók miként köszöntötték csapatunkat. Tűzi játékkal reméljük majd a végére is marad belőle. Tehát kezdjük akkor a Limassol összeállításával. Egyes számmal a kapuban Demetris Leoni, aztán négyessel Ermogenis Kristofi, hatossal Kyriakos Kyriakou, ötössel Marios Kalalambus, hetes Christomos Christostomu, 19-es Alexandros Garpozis, 16-os David Hanna, ő egy skót játékos, 33-assal Christostomos Mikhail, 20-assal Marios Christodoulou, 10-essel ugyebár Sebők József, 8-assal pedig egy brazil Luciano, és az edző Andreas Michailides. És akkor következzen a Ferencváros összeállítása. A kapuban Szűcs Lajos, aztán Dragoner, Vukmir, Gyepes, Kriston, Lipcsei, Kapics, Skukalek, Tököli, Gera és Leandro. Ebben nincs semmi meglepetés. Itt ül mellettem szakkommentátorunk, Utasi Robert is. Robi, köszöntelek. Mit kell tudnunk a Limassolról? Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Még mielőtt a Limassolról szót ejtenénk, egy pár gondolat az itteni hangulatról. Én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a tegnap elkezdődött magyar futballünnep folytatódjon. Tényleg csodálatos a hangulat itt az Üllői úton közel, Teltházban csodálatos idő. Két jól felkészített nagyszerű csapat, melyben én azt gondolom, hogy a Ferencváros egy picikével erősebb. És azt is gondolom, hogy a matematika egy kicsit a Fradi mellett szól. Ha arra gondolunk, hogy 95-ben, tehát pontosan 7 évvel ezelőtt volt itt talán hasonlóan erős csapat, hasonlóan hálás és jó közönség, akkor azt mondhatjuk, hogy eltelt a 7 szűk esztendő. Dragoner. Megint egy hosszú labda, Leandro, jól veszi le befele. Leandro, odaért Kalalambos. De csak Skukalekig tudott menteni, és ez a kipattanó is a miénk. Leo emelt, ott van Gera, és kapufa! És kihúzza Kristofi. Gyönyörű volt az egész támadás. Harmadszorra sikerült bejátszani. És Gera gyönyörű mozdulattal küldte kapura a labdát. Leandro fantasztikusan érzi ezeket a védelem mögé belőtt labdákat, erről azt gondolom Tökül Attila tudna mesélni, aki ebből már gólt szerzett. Gera Zoli is nagyszerűen érkezett, talán egy kicsivel nagyobb határozottsággal már 1-0 lehetne. Itt jön még egyszer a beadás, és közben az élék, itt van a fengyolás vezetés a Ferencváros falára. Megvan az, amire vártunk. Ez volt az a középpályán történő labdaszerzés, amiből azonnal kontra lehet, egy jó felpasztal. Tököli Attila ilyet nem szokott elhibázni. Bizony, és nála el kell mondani, hogy eddig 4 UEFA Kupa mérkőzésen szerepelt, 3 gólt lőtt, hát most 5-4 lett az gólaránya. Eddig 2 mérkőzésen szerepelt a Ferencvárosban, 2 gólt rugott. Itt a harmadik mérkőzés. Tud vezetést szerezni, egyrészt megnyugtatja a játékosokat, másrészt pedig egy gólos előny, az bátrabbá teszi a csapatot. Láthattuk tehát akkor, most már bátor is a csapat. Szóval Tököli Attila 3-ból 3 a Ferencvárosban. Skukalek. Gyönyörűen rúgta el Tököli, itt az ismétlésen látszik, ütemtelenül a kapusnak esélye nem volt, a kapus támaszkodó lába mellé. Nagyszerű volt az a fölpassz, amit az előbb említettem. És még egy fölpassz az élőképen, megint Tököli indul a kapu felé, Tököli, 2-0! Egy percen belül Tököli Attila! Kérem szépen, amit Tököli Attila művel, az egyszerűen hihetetlen. Megint egy remek labda, és Tököli nem hibázik. Leoni bosszusan rúgja előre a labdát, hát azt hiszem erre ők sem számítottak.
Mi viszont számíthatunk 10 perc alatt Iker elkezdeni egy hazai kupameccset. Mentálisan már a kijövetelnél látszott, hogy borzasztóan erős a Ferencváros. Nagyon akarják ezt a sikert. Ez külsővel elrúgta az Attila, talán egy picikét, ahogy mondani szokták, eltörte a labdát, de ilyenkor semmi nem számít. 2-0, ez a fontos. Nagyon simán lehagyta Karalambuszt. Ugyanis sokszor egy ciprusi válogatott, tehát 33 éves játékos. Ahova kell. Azt gondolom, hogy a Fradinál talán úgy tűnik, hogy egy régi futballtörvényt írnak át. Régen azt szokták mondani, hogy védj egy jó kapust. Itt most azt kell mondani, hogy védj egy jó csatát. Fantasztikus igazolás volt nyáron Tököli Attila. Az Attila nagyon jól csinálja a beindulásokat. Nekünk igazából így, nekünk ki kell szolgálni. Tudni kell azt, hogy mikor indul, mikor hová. És a gól nemzetközi kupameccsen maga biztosan a magyar csapat vezet. Lipcsei, ott egy lövés, megfogja Leoni, amit Kukmin indítja Kristont. Kriston kicsit hosszú, Leo hagyja Skukaleknek. Skukalek szereli. Krisztodolu, és most van vége az első félidőnek. 2-0, azt hiszem ennél többet nem várhattunk az első félidőtől. A két gól szerzője, a meccs eddigi hőse, Tököli Attila vonul be az öltözőbe. És nem tudom, hogy igazából milyen okosságot tud mondani majd Garami József a szünetben. Beszélget egymással, mikor lehet kezdeni. És most adja meg a jelet a bolgár játékvezető Lipcsei. Rögtön egy hosszú indítás. Skukalek harcolhat még Krisztodoluval, és jól tette. Inkább az a kérdés, hogy ők egymás között hogy beszélik meg. Ahol két ilyen jó rugójátékos van, ott azt szokták mondani, hogy sokat nem lehet hibázni. Mert hogyha Lipcsei hibázik, akkor jön Leo, és mire újra Lipcseire kerül a sorra, több meccs is eldelhet. És akkor, hogy hát azért azt gondolom, nézzük, akkor még ott van Szili is, szóval lehet ezt fokozni. Azt gondolom azért Lipcsei az elsőbség. Ennek ellenére Leót látjuk most, és talán a kapufáról nyertja labda. Ez most már mindegy. Gyönyörű volt. Gera Zoltán. Ettől igazán jó játékos ő, hogy mondtad, hogy talán nem megy ma neki annyira, de azért a gólját meglövi. Ez az a kipattan, amit már az első fél időben mondtunk. És Gera úgy látszik, meg tanult szambázni, parázés. Gyönyörű szaltó után megérdemli a pacsikat. A kapus nem tehetett erről, egy csodálatos lövés volt, de érkezni kell a kipattanóra. Gerazon kívül még egy játékos érkezett, a ciprusia pedig csak álltak a saját 16-osokon. Ez óriási hiba, szerencsénk nem, mert így viszont már 3-0. Gera Zoltán UEFA kupában most először játszik. Lehet látni, hogy már a lövés pillanatánál, indul Gera és Tököli. Gerának van egy picivel nagyobb szerencséje. De gondolom, gyönyörű a lövés. Tulajdonképpen már ez gólt érdemelt volna. És Gera most nem vetette oda magát. Ott van viszont Leo. Mellette Tököli. Nem tudja megszerezni, de még az... így is jó lehet. Skukalek. Érkezett mélységből. Skukalek. Megcsinálja magának a helyzetet. Skukalek volt lő! 4-0! Fantasztikus! Skukalek Igor a Kispest ellen mellőtte élet első bajnoki gólját. És UEFA kupában most is ő először játszik, és rögtön gólt szerez. Fantasztikus. Még a gólnál is fantasztikusabb az a futómennyiség, amit Skukalek elvállalt. Még Leónál volt középen a labda, és úgy tűnt, hogy gyakorlatilag egy rossz paszta Tökölinek befele. Skukalek már akkor kezdett sprintelni, de ez már a végkifejlet. Előtte Skukalek futott 100 métert. Borzasztó fontos, hogy ilyen hozzáállású, csodálatos lövés. Ez, mondom, ez már csak a befejezés. Tehát az, hogy az Skukalek ide került, előtte 100 métert futott, és úgy, hogy az elején még sansza nem volt, hogy labdát kapjon. Nagyon-nagyon hasznos egy csapatban az ilyen mentalitású játékosok. Azt hiszem, a 92. percben ezen most nem fogunk leállni vitatkozni a bíróval. Hát ez az ítélet a bolgár-ciprusi barátság jegyében született. Krisztodolu. Nagyon jó volt látni különben a sportszerűen szurkoló közönséget. Tényleg az ember úgy érezte, hogy egy picit, mint egy európai nagy stadionban lenne. Minket itt a mérkőzés végén a ciprusiak, de nem fognak.
ugyanis a bolgár Guanov lefújja a találkozót, azt a találkozót, amelyen 4-0-ra fantasztikus teljesítményt nyújtva nyert a Ferencváros. Még egyszer gyorsan fussunk végig, a góllövőkön Tököli, aztán megint Tököli, Gera és Kukalek. Remek estét láthattunk, és remek estét zártunk itt ma az Üllői úton.